akvizíció mellett? Az akvizíciókat többféle módszerrel és többféle célra alkalmazhatjuk. Az egyik az az, hogy a növekedésünket meggyorsítsuk, fenntartsuk, az árbevételünket emeljük, ezzel sok időt, energiát spórolhatunk meg az organikus fejlődéshez képest, és ennek a megfontolására egyébként különböző cégméretekben is érdemes időt fordítani. Különböző cégméretekben is, vagyis? A legnagyobb cégek alkalmazzák a leggyakrabban, de ez közepes cégeknél is előfordulhat a stratégiában a további növekedés biztosítása érdekében. Milyen kockázatai vannak ennek? Nyilván nem kockázatmentes az akvizíció. Így van, tehát vannak előnyei, arról már beszéltünk, a kockázatai pedig azok, hogyha a nem megfelelő mértékben figyel rá oda az akvizíciót, a felvásárlást végrehajtó cég, akkor esetleg az erőforrásait nem racionálisan használja föl, tehát például túl drágán vásárol, esetleg nem használja ki az akvizícióval járó előnyöket maximálisan, vagy olyan módon szenved kudarcot, amikor például olyan vállalkozást vásárol fel, amit később nem sikerül megfelelően integrálnia. Mi az oka annak, hogy nincs túl sok akvizíció a piacon? Én nem gondolom azt, hogy nincs túl sok akvizíció piacon, bár a magyar piac ilyen szempontból egy kicsit visszaesett aktivitásában a válság évei alatt. Egyértelműen a válság kárára írható? A válság kárára mindenképpen írható, legalábbis a 2006-7 időszakhoz képest, azonban tegyük azt is hozzá, hogy egyrészt az akvizíciók, amikor két zárt körű társaság között teszem, azt két KFT között zajlik, nem feltétlenül kerül nyilvánosságra, és nem feltétlenül van értelme egyébként megemlékezni róluk a sajtóban, hogyha ez nem éri el azt a nagyságrendet, ami már érdekelhetné a nagyobb körű közönséget is. A régióban mi a jellemző, mit mondhatunk ott, esetleg több-e az akvizíció száma, mint Magyarországon? Az aktivitás az egyértelműen nagyobb például a lengyel piacon, illetve Nyugat-Európában. Nyugat-Európában tegyük azt is hozzá, hogy megvan ennek a hagyománya, ennek hosszú távú hagyományai vannak, és ezekre könnyebb támaszkodni, erre való tapasztalat és know-how is rendelkezésre áll a vállalatok vezetésének. Ugyanazt mondja, mint amit Szalai Rita a tőzsde esetében, hogy hiányzik az a 40 év. Meddig lehet még ezt mondani? Mikor nem fog már hiányozni? Részben ezt mondom, részben pedig azt, hogy egyébként ezt a tudást ezt be lehet hozni, ehhez nem kell 40 év, hogy 40 évnyi tudást felhalmozzon valaki. Ehhez igénybe vehet tanácsadókat, ami ezt az időt megrövidíti, ugyanúgy, ahogy az akvizíció pedig az organikus növekedéssel elérhető méreteket tudja gyorsabban, tehát rövid idő alatt előidézni. Az állam viszont nagyon szereti, gondolatok itt az MKB-re, a Bombardier-re, az NVM-et is ugye már hallani róla. Mi lehet ennek a szerepe ebben? Hová az állam, hová növekedhet ezzel? Miért nyúlhat ehhez az eszközhöz? Az állam is feltételezhetően hasonló megfontolásokból nyúl az akvizíciós eszközhöz, hosszabb idő volna saját erőből felépíteni valamit, mint azt megvenni egy megfelelő árazás mentén. Ezzel egy csomó időt és befektetett energiát tud adott esetben a felvásárló megtakarítani. Ez adott esetben az állam is lehet. Tehát ezeket az itt elhangzott társaságokat is újból létrehozni és felépíteni nagyon hosszas és nagyon időtemésztő tevékenység lenne. Még ebben az esetben? Még ebben az esetben ezt meg lehet takarítani, tehát ezt az organikus növekedést megkerülve egy megfelelő árazás mellett hozzá lehet esetleg jutni ilyen vállalatokhoz, ilyen eszközökhöz. privátbankár.hu. Pénzügyek okosan.